Ez a Globusz, a mikrofon mögött Nagybata Jonatán Imre, a mai vendégünk pedig Bogár László közgazdász. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, és tisztelettel üdvözlöm én is a rádió hallgatókat is. Január 15-e és 19-e között tartották a Világgazdasági Fórum éves találkozóját Davosban. Az 54. alkalommal megrendezett találkozón több mint 60 államfő és 300 miniszter, vagy más politikai vezető vett részt. Vita tárgya az, hogy mennyire jelentős ez a konferencia, hiszen konkrét döntési jogkörrel nincs felruházva. Mi a jelentősége a Világgazdasági Fórumnak és a Davoszi konferenciának? Talán onnan lehetne indítani ezt az egész kérdéskört, hogy ugye a világ az egy hihetetlenül komplex rendszer, azt hiszem senkit nem kell meggyőzni arról, hogy 8 milliárd, most már azt hiszem talán 100 millióval túl is lépte a 8 milliárdot, mert ugye 22 novemberében lett, vagy került 8 milliárd felé a föld népessége, tehát egy több mint 8 milliárdos népesség, 203 ország, azt hiszem ennyi most az országok hivatalos száma, köztük olyan több ezer éves múltra visszatekintő óriások, mint Kína meg India, nem részletezem, tehát azt hiszem azt mindenki elfogadja, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, és van egy elég kényes kérdés, majd mindjárt kiderül, hogy miért is ennyire kényes ez a kérdés, pedig maga a kérdés önmagában azt hiszem teljesen logikus, mármint az, hogy megfogalmazódik ez a kérdés, hogy ez a rendkívül komplex rendszer, ami ma az emberi világ, a több mint 8 milliárd ember, meg 203 ország, elképesztően bonyolult társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális kapcsolódás, interconnectedness, ahogy az angol mondja, hogy ez a rendkívül komplex rendszer, ez egy önszabályozó rendszer, tehát nem is kell benne keresnünk semmiféle, sőt, akár ilyenkor bekapcsolat az is, hogy fúj, összeesküvés elmélet, annak a feltételezése is, hogy ennek van valami irányító mechanizmusa, nem, ez egy abszolút önszabályozó rendszer, tegyük mindjárt hozzá, hogy a liberális demokrácia és szabadpiacgazdaság étoszára épülő elbeszélési módba egyébként ez jól bele is illeszkedne, hogy nincs is semmi látnivaló, semmiféle irányító mechanizmus nincs. Ez egy önszabályozó rendszer, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, és ez azért nem kell feltétlenül rossz hiszeműnek lenni valakinek, hogyha úgy gondolja, hogy egy ilyen komplex rendszer nem tud csak önszabályozó módon működni, tehát hogy igenis ennek van egy akár nyílt, akár rejtett hatalomszerk irányító, vagy koordinációs, akkor fogalmazunk így, hogy a hatalom érzékeny kifejezés, szóval valamiféle koordinációs mechanizmusnak működnie kell. Nehéz eldönteni ezt a kérdést, az utóbbi évtizedekben egyébként az nyilván minden komplex rendszerre alkalmazható, nem csak társadalmakra, kialakult egy statisztikus termodinamika nevű a rendszer elméletnek egy leágazása, statisztikus termodinamika, amelyik azt mondja, hogy egy rendszert, egy nagyon komplex rendszert akkor tekinthetünk összabályozónak, illetve ha feltételezzük, hogy az teljesen önszabályozó, akkor viszont azt is el kell fogadnunk, hogy abban mindig a véletlen dönt. Tehát akkor ott semmi nem kiszámítható, mindig a vélet, ugye ez a pillangó effektus, meg fekete hattyú, meg egyéb, bármikor bármi megtörténhet, mert ugye nagyon komplex a rendszer, és mindig a véletlen uralkodik benne, mindig, bármelyik pillanatban megjósolhatatlan kimenetelű változások indulhatnak el benne. Ez tehát az önszabályozó rendszereknek a legfőbb tulajdonsága, míg hogyha, és akkor itt a lényeg, hogyha azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen komplex rendszerben mégiscsak érzékelhető ismétlődő mintázatok, tehát kirajzolódik valami, hogy nicsak itt azért valami nagyon hasonló mintázat, ez különböző ciklusokban lehet néhány évtized, lehet néhány évszázad, vagy akár néhány évezred, és mondhatni gyanúsan ismétlődő mintázatok vannak a rendszerben, akkor mégiscsak azt kell feltételeznünk, hogy létezik benne valami koordinációs mechanizmus. Bocsánat, hogy ez az elméleti bevezető ilyen hosszúra
sikeredett, de ezzel szerettem volna megalapozni azt a döntő fontosságú kérdést, hogy akkor mi ez a Davos, mármint a világgazdasági fórum, most már több mint fél évszázada, tehát akkor ő most kicsoda. Tehát most akkor egészen hétköznapiasan fogalmazva, akkor ezt a vitát nem eldöntve, csak tehát a kérdést újra megfogalmazva, hogy akkor a világ most abszolút önszabályozó-e, ahol semmi szükség, semmiféle intézményes mechanizmusra, ami koordinálná ezt a világot, mert magától, tehát ez egy önműködő rendszer, vagy nagyon is szükség van ilyen koordinációs mechanizmusokra, és mondjuk ez a világgazdasági fórum, ugye az ember igyekszik óvatosan fogalmazni, mondjuk egy világkormány, vagy egy világkormánynak a valamiféle kezdeményezésére irányuló szerveződési mód. Csak akkor meg ugye felvetődik az a nagyon kényes kérdés, hogy ha, és ez nem lehet kétséges, hogy akik Davosban összejönnek, azok abszolút hívei a liberális demokrácia, illetve szabadpiacgazdaság, társadalmi-gazdasági szinten megfogalmazható kombinációjának, akkor ez bizonyos értelembe véve, és ez akár ironikusan is hangozhat, hogy akkor pont nekik kellene a leginkább tagadni, hogy szükség van egy ilyen szerveződésre, hiszen hogyha ők mélységesen hisznek a liberális demokráciában és az abszolút szabad piacgazdaságban, ahol nyilván nincs szükség egy ilyen alanyra, egy ilyen globális alanyra, akkor az identitásuk elég nehezen megfogalmazható. És én azokból az ellentmondásokból, amelyek kirajzolódnak ebből az elmúlt fél évszázadból, és abból a, ez akár bizonyos értelembe véve egyfajta ilyen a saját ellentmondásaik bevallásának is lehetne egy módja, hogy nem véletlenül, ami egyébként önmagában helyes, hogy az ugye a fő szlogenje az idei davoszi összejövetelnek, hogy a bizalom újjáépítése. Na most, amikor valamit újra kell teremteni, újjá kell építeni, akkor hát némi túlzással azt is állíthatjuk, hogy azért kell újjáépíteni, mert romokban hever, ami egyébként igaz is. Tehát a bizalom a világban, mondjuk pont éppen az elmúlt 50 évben, hát nem nagyon volt alacsonyabb szinten, mint ahogy most van. Maga a törekvés, tehát akár szép és nem is lehetne. Noha nagy kérdés, hogy ez a bizalom visszaszerzése például hogy kapcsolódik, mondjuk a bizalom visszaszerzésének egyik módja éppen lehetett volna az is, hogy először az 50 év történetében, erre soha nem került sor, persze, azok, akik Davosban összejönnek, mondjuk fesztelen őszintességgel beszéltek volna erről a szerintem, igaz, nagyon kényes, de alapvető kérdésről, hogy gyerekek, akkor most önszabályozó elvilág, abszolút liberális, mindenki azt csinál, amit akar, teljes szabadság van, önszabályozó a rendszer, nincs és nem is lehet alany, összeesküvési elmélet már a feltételezése is annak, hogy van ilyen irányító alany, vagy nem, szó sincs róla, ez ahhoz túl komplex, hogy csak úgy rá lehetne bízni az automatizmusokra. Igenis van alany, többek között mi is ennek az alanynak, egyfajta világkormánynak vagyunk a részei. Sajnos a bizalmat úgy aligha lehet visszaszerezni, hogy pont a legkényesebb és legbényesebb kérdésről nem csak, hogy szó sem esik, nem csak most, hanem az elmúlt 50 évben sem, hanem hát nem is nagyon értelmezhető, tehát abba az elbeszélési módba, azokban a narratívákban, amelyeket itt hát megtapasztalhattunk most a idén is, meg hát az elmúlt évtizedekben is, az abban ez nem is nagyon működik. Most csak halkat teszem hozzá, ezt nem is tudja az ember, hogy hova rakja, és nem ünneprontó akarok lenni. Noha Farid Zakariával volt egy egész tűrhető, semmiben nem értettek egyet, de legalább izgalmas beszélgetés volt az iráni külügyminiszternek,
Ám a plenáris ülésen azért az iráni külügyminiszter is csak azzal, szerintem 30 év körüli lehet, láthatok szinte gyerek, már mint nekem 73 évesen, tehát egy ilyen perzsa, lendületes perzsa kölök, a maga 30 évével iráni külügyminiszterként nemes egyszerűséggel, ugye ott Klaus Schwabnak, meg nem tudom én ki elnökölt ott éppen valami hölgy, és hogy fuck you, your new world order, stb. Most hagyd ne fordítsam ezt le, hogy izélhetik a saját új világrendjüket, amire persze az volt a válasz, hogy látványosan ki is vonult Klaus Schwab, és hát mindenki. Tehát ezzel most pont azt szeretném jelezni, hogy iszonyú feszültségek vannak a világban, és soha nem volt olyan nagy szükség a bizalom visszaszerzésére, mint most, de a jelek szerint azon a módon, ahogyan ezt személy szerint Klaus Schwab, meg a davosziak akarják, ez értelmezhetetlen. Tehát én úgy érzem, hogy általában is sikertelen minden kísérlete ennek a Davosnak, de ami az utóbbi években történik, és akkor most már tényleg visszaadom a szót önnek, az meg aztán az abszurdumok abszurduma, hogy az egész világot befolyásoló háború zajlik, ami a felszínen persze ukrán-orosz háború, noha mindnyáján tudjuk, hogy ez ennél bonyolultabb, ez egy globális háború, aminek egyik felszíni megjelenési formája kétségtelenül ukrán-orosz háborúként jelenik meg, de hogy a bizalom visszaszerzése, ez most aztán különösen ironikus, hogy a bizalom visszaszerzését komolyan gondolják úgy, hogy nem csak, hogy nincs ott Oroszországnak semmiféle képviselője, hanem eleve maga a narratíva, amit használnak, eleve kizárja annak lehetőségét, hogy Oroszország, vagy az a valami, amit mondjuk Oroszország esetleg képvisel álláspontként ebben a kérdésben, az abszolút meg se jelenhet. Na most úgy bizalmat a világ egészében, meg a világ egész együttműködési rendszerét őszinte, emberséges alapokra helyezni úgy, hogy van egy konfliktus, amelyben az egyik fél nem is létezhet, tehát nem is tételeződik létezőként, és akkor nem is folytatom ezt a mondatot. Tehát én úgy érzem, hogy egy részben unalmas, másrészt zavaros, feszült sehonnan, sehová színjátékká silányodott az a valami, mint ez a fórum, ami azért az elmúlt 50 év során bizonyos helyzetekben, hát azért volt olyan is, amikor maga Putyin elnök is, sőt az amerikai elnök is, meg mondjuk a kínai elnök is egyszerre volt jelen, és valóban voltak azért olyan eszmecserék is, aminek volt is tétje, és legalább akkor kiderült, semmiben nem értünk egyet, de türelmet aztán meghallgatjuk egymás narratíváját. Most ennek aztán most már a bizalom szerzése a szlogen, és a világon semmi jele nem volt annak, ami a legcsekélyebb reményét adhatná a bizalom visszaszerzésének. Visszatérve még egy kicsit még nem Davosra, de hogy említette, hogy a nyugatosítás az igazából a világgazdasági fórumnak és a nyugatnak a célja. Magyarország akkor miért képviselteti magát ugye ezeken a világgazdasági fórum eseményein? Ugye tavaly miniszteri szinten Szijjártó Péter volt jelen, idén pedig államfői szinten Novák Katalin. Milyen szerepe és véleménye van Magyarországnak a nyugatosításról? Hiszen ugye Magyarország kimaradt a gyarmatosításból, bár úgy látszik, hogy Magyarországnak is viselnie kell a gyarmatosításnak a következményeit, ezt az ideológiai nyomás mutatja, ami Magyarországon van. Milyen lehetőségei vannak Magyarországnak ilyen helyzetekben? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon helyén való kérdés, és persze sok kényes eleme is van ennek a kérdésnek. Az elmúlt jó egy évtized, hát most már inkább 13 éve, mert már 2010-ben, ahogy ez a kormány, már mint az azóta regnáló kormány, ugye először elérte a kétharmados többségét, már akkor is súlyos konfliktusok támadtak, ott éppen pont abban az évben, 2010-ben
ugye akkor is ilyen soros elnökséget tette át a magyar kormány egy fél évre az Európai Unión belül, és már ott is kiderült, hogy a mainstream, tehát ma a világot uraló, és benne természetesen Amerikában is, meg az Európai Unióban is meghatározó, ez az uralkodó véleménynyalább, vagy az uralkodó narratíva a világ alapvető kérdéseinek megítélésében, hát ez legalábbis a magyar álláspont szerint, csak azt tudom elismételni, amit én Bibó Istvánra hivatkoztam, tehát a magyar álláspont szerint ez alapvetően hamis. Tehát a meghatározó, akár a háborúra vonatkozóan is most, az elmúlt két évben, kétségtelen, szinte minden alapvető kérdésben, tehát a világ egészére, társadalmi, gazdasági, politikai, hatalmi, kulturális folyamataira nézvést, a magyar álláspont, illetve a mainstream, tehát az uralkodó, hivatalos álláspont, narratíva között, hát tulajdonképpen még ha a tendenciáját nézzük, akkor sem mondhatunk mást, hogy egyre súlyosbodó ellentmondás, feszültség van, hogy történelmileg kinek van igaza, azt hát igen, azt általában mindig csak a jövő, az utókor szokta valahogy eldönteni, teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar álláspont elég jelentős eltérése, időnként brutális szembenállása ezekkel a narratívákkal abból adódik, hogy hát mi úgy véljük, és ez az esetek többségében, hogyha valóban őszinte vita lenne, akkor ki is derülne, hogy ez a mainstream álláspont, ez egy hamis irány. Tehát ez Európa egész, és egyáltalán a nyugati kultúra maradéka, mert azért a nyugati kultúrának valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel. Tehát ha van szemernyi igazság, amit mondtam, hogy az elmúlt 500 év is a világ egész kényszerű nyugatosítása is a végéhez közeledik, de attól még létezik ez a nyugat, és valahogy viszonyulnia kell ez a nyugat, nem nyugat egyre növekvő feszültséghez. De abban teljesen igaza van, hogy, és bizonyos értelembe véve az, hogy most a köztársaság elnök asszonnyal képviseltettük magunkat, tehát ez mindenféleképpen arra utal, hogy a magyar kormány úgymond békülékeny módon egy ilyen fórumot, ahol abszolút a mainstream uralkodik, mint ez a Davos, azt hát nagy tiszteletben tartja, és a köztársaság elnök asszony megnyilatkozása is azért hát most sokkal kevésbé surló volt surlódásban, vagy konfliktusban mindazzal, amit ez a mainstream megfogalmaz. Hát erre én csak azt tudom mondani, tudom, ez politikailag nyilván nagyon kényes kérdés, hogy hát valóban nem lehet mindig minden frontvonalon a lehető legteljesebb mértékben az általunk persze igaznak tekintett álláspontot engesztelhetetlenül fenntartani. Tehát ugye a politika az a különböző kényszerek, exigenciák, ahogy annak idején Kossuth Lajos fogalmazott, tehát a különböző kényszerek valamiféle kezelésének művészetét jelenti, ahol teljesen természetes az, hogy különböző kompromisszumok megkötése nélkül üzemeltethetetlen ez a rendszer. Nagyon nehéz itt jó választ adni, értelemszerűen folyamatos, tehát maga Orbán Viktor egész elmúlt 13 éves tevékenysége is, most már lassan 14. éve lesz, elég egyértelműen azt jelzi, hogy hát állandó küzdelem, konfliktus, és persze valamiféle kompromisszumkötési készség. A magyar álláspont stratégiai értelembe véve tradicionális értékekre épül, tehát hát Isten, haza, család, tehát ugye a
azt a három alapvető az identitás, tehát a legalapvetőbb önazonosságot megalapozó közösséget, vagyis a családot, a nemzetet, és azt a valamit, ami a európai keresztény fehér ember kultúrája, ez ugye három szintje az önazonosságunknak, a magyar álláspont lényege az, hogy ezek a legfontosabb lelki, erkölcsi, szellemi, kulturális értékek. Ezen értékek megőrzése és folyamatos megerősítése nélkül széthullik minden emberi közösség. És mivel a magyarság hát éppen elég sok mindent átélt az elmúlt 1000 évben, nem szeretne széthullani. Ezért értelemszerűen mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy ezeket a legalapvetőbb értékeket, amelyek az emberi önazonosság legfőbb bázisát jelentik, tehát a család, a nemzet és az európai keresztény fehér ember nagy kultúrája, mint összetartó erő, hogy ezt megőrizze. Én azt hiszem, ebből a szempontból a magyar álláspont az elmúlt 14 év során elég koherens és logikus, hogy a másik oldal, vagy a másik oldal pontosan mit akar, vagy mit gondol, azt nehéz beazonosítani, mert akárhogy is nézzük, ezekben az összecsapásokban, konfliktusokban a magyar álláspontnak mindig és következetesen ez volt a belső logikája, hogy mi egy nemzet vagyunk, és ezért ezt a hármas önazonossági volt megalapozó intézményi rendszert, a család, a nemzet és az európai keresztény fehér ember nagy kultúrájának az összetartó erejét mi minden létező módon meg akarjuk őrizni. Valamilyen módon minden konfliktusunk arra vezethető vissza, hogy hát az, aki velünk ebben konfliktusban keveredik, az nem ezt akarja, de az nem olvasható ki pontosan, hogy mit akar, mint ahogy egyébként ugye ezekből a meglehetősen homályos jóslatokból is, hogy nem lesz semmit, és boldog leszel, és egyben most a világgazdasági fórum, meg személy szerint Klaus Schwabnak ezeket a sokszor utópisztikus, vagy inkább disztópikus jövő jóslatait, ezt mint identitás képző elem, mint egy olyan struktúra, ahol aminek a belső logikája átlátható, logikusan leírható és elfogadható, ilyen a másik oldalon nem nagyon sejlik fel, ezért hát kétségtelen elég kényes helyzetben vagyunk, mert nyilván nem szeretnénk állandó háborúba bocsátkozni mindennel és mindenkivel, de a saját legbelső, legmélyebb és legalapvetőbb önazonosságunk megvédése érdekében hát mégis többnyire erre kényszerülünk. Ezt, hogy most a köztársaság elnök asszony ott van, és igyekszik most már ugye véget ér, igyekezett kompromisszumkésznek bizonyulni, ez arra vezethető vissza, arra a teljesen logikus következtetése vezethető vissza, hogy nyilván a magyar kormány is szeretne ebben az elképesztő ilyen kaotikus és időnként most már nagyon brutális konfliktusrendszerből adódó feszültségeket némileg oldani. De hát ahogy mondtam, ahogy Kossuth Lajos is fogalmazott, a politika az exigenciák, tehát a legkülönbözőbb sok dimenzióban egyszerre megjelenő kényszereknek a művészete. Említette, hogy mind Oroszország, mind Kína részt vett a Világgazdasági Fórum egyik korábbi konferenciáján, vagy több konferenciáján. Itt merül fel a kérdés, hogy milyen programja van a Világgazdasági Fórumnak? Említette már a nem lesz semmit és boldog leszel programpontot. Hogyan lehetne leírni, értelmezni a Világgazdasági Fórum programját, illetve a kérdésnek a második fele, hogy ha Oroszország és Kína is részt vett ezeken a gyűléseken, konferenciákon, akkor ők is részesei ennek a programnak, vagy most már úgy látszik, hogy kezdenek kiszakadni inkább? Hát az elmúlt évtizedek során
Azért voltak olyan időszakok tulajdonképpen a mondjuk a 9 részben, a 90-es évek, talán a 2000 utáni időszak is, akkor ha jól tudom, néhány alkalommal a Putyin orosz elnök, ugye 2000 után lett elnök, tehát ő személy szerint is részt vett. Annak idején nyilván a kancellárasszony is 16 éven keresztül volt kancellár, tehát abban az időszakban, amikor mondjuk Oroszország és Németország között, és azért ez egy jó 20 év, a kölcsönös előnyökön nyugvó társadalmi, gazdasági, komplex együttműködési rendszer működött, méghozzá kiválóan, és aztán ehhez egyre inkább egy Eurázsia együttműködési rendszer keretében Kína is csatlakozott, addig tulajdonképpen ez a világgazdasági fórum is egy kifejezetten konstruktív meeting point volt, tehát valami olyasféle érintkezési felület, ahol ha nem is feltétlenül volt egyetértés, vagy akár teljes egyetnemértés volt, de még egyszer mondom, ahogy már nem sokkal ezelőtt fogalmaztam, ha teljes egyetnemértés is van, de ha bizalommal és figyelemmel legalább meghallgatjuk a másikat, és elgondolkodunk azon, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ő ugyanazt a valóságot teljesen másféleképpen látja, már az is lehet nagyon, vagy az is járhat nagyon konstruktív következményekkel. Tehát voltak azért olyan időszakai részben, én azt hiszem a 90-es évek, meg a 2000 utáni időszak, ilyesféle lehetett, amikor a világgazdasági fórum is megfelelő érintkezés, vagy alkalmas érintkezési felület volt ehhez, de ami az utóbbi években végbe megy, az sajnos ezt egyre kevésbé teszi lehetővé. Hát ennek nyilván az az oka, akkor azért mondjuk ezt is, hogy valójában ez valami, amit ukrán-orosz háborúnak látunk, ez egyfajta amerikai birodalmi visszavágás, mert az amerikai birodalom számára az, hogy Európa két meghatározó kontinentális hatalma, tehát a mindenkori német és orosz birodalom között kölcsönös előnyökön nyugvó, kiváló együttműködés jön létre, ez az amerikai birodalmi érdekeket mindig is sértette, és sérteni is fogja. És nem azért nem szereti ezt Amerika, mert gonosz és destruktív szándékai vannak, hanem mert a birodalmi érdekeivel szembe megy az, hogyha leértékeli, hát akárhogy is nézzük, leértékeli az amerikai globális birodalmi pozíciókat. Az, hogyha Európa két meghatározó kontinentális hatalma egymással olyan kiváló kapcsolatban van, mint amit évtizedeken keresztül megvalósult. Ha pedig ráadásul ehhez a rohamos gyorsasággal feljövő és bizonyos értelembe véve már az egész amerikai globális birodalmi stratégiát is riválisként challenge-elő, ahogy mondani, tehát kihívóként megjelenő Kína is csatlakozik egy eurázsiai együttműködési rendszerben, na az aztán végképp kifejezetten fenyegető az amerikai stratégiai érdekekre, hiszen hogyha van egy egész Európát, az Európai Uniót, tehát nyilván Németországgal az élen, az orosz birodalmat és a kínai birodalmat magába foglaló eurázsiai együttműködési rendszer, amelyhez még esetleg Ázsia többi része is, meg Észak-Afrika, meg a Közel-Kelet is valamilyen értelemben csatlakozik, hát nem kell különösebben bizonygatni, hogy ez totálisan szembe megy az amerikai birodalmi érdekekkel, hiszen leértékeli az amerikai birodalmat, leértékeli a dollár világpénz szerepét, ez teljesen természetes, hiszen egy ilyen együttműködési rendszerben miért a dollárt használnák fel, mikor annál sokkal praktikusabb módjai is vannak a kölcsönös elszámolásnak. Ezért ezen érthető, hogy Amerika számára ez kezdetől fogva minimum kényelmetlen,
vagy akár kifejezetten fenyegető volt. A gázvezeték, ugye a német-orosz gázvezeték felrobbantódása, amit persze soha nem fogjuk megtudni, hogy kirobbantotta fel, de hogy kinek a stratégiai érdeke volt az, hogy felrobbantódjon a gázvezeték, ez nem lett kérdéses, hát teljesen természetes, hogy az amerikai birodalom. Ez egy tremendous opportunity, mondta azonnal az amerikai külügyminiszter, hogy fú, hát ez egy nagyon kiváló dolog, mondta erre Hopok, tehát nehéz ez pontosan lefogni, hogy tremendous opportunity, ez egy rettenetesen jó dolog számunkra, mondta egy, úgy tetszik, a nemzetközi terrorizmus fogalmát bőven kimerítő összefüggésről, amelynek a tényleges hátterét nyilván soha nem fogjuk megismerni. Tehát ez a kényes probléma. Most erről szigorúan tilos beszélni, hát természetesen, hogy is vennénk a bátorságot, hogy feltételezzük arról az amerikai birodalomról, amely egyrészt a terrorizmus ellen 22 éve világháborút, ugye 2001-től világháborút visel, és a demokrácia, a tisztaság, az őszinteség, az általános emberi értékek, a konstruktivitás és egyebek történelmi zászlóvivője és apoteózisát testesíti meg, hogyan merhetnénk feltételezni, hogy valójában mondjuk egy ilyen észak-koreai szintű terror akciókat is simán végrehajt. De itt be is fejezem, mert nyilván mindnyájan érezzük, hogy hát tehát, hogy olyan világban élünk, ahol kényszerűen úgy kell tennünk, mintha, pedig hát mindnyájan tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, hogy ez így nagyon nincsen rendben. És nyilván a Világgazdasági Fórum alapvetően azért nem tudja betölteni most már ezt a feladatát, mert az amerikai birodalomnak nem érdeke az, hogy a Világgazdasági Fórum, mint ahogy azt tette mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es években, egy valóságos fóruma legyen, egy valóban őszinte valóságos narratívákra épülő nemzetközi együttműködési rendszernek. A Világgazdasági Fórum éves szinten kiadja az úgynevezett éves globális fenyegetettségi kockázati jelentését. Ezt január 10-én adták ki 2024-ben, pont a Davoszi konferencia előtt, és itt szerepel az, hogy mi Magyarország számára az öt legfenyegetőbb kockázat vagy kihívás. Az első négy az nem is olyan lehetetlen, hogy az első a gazdasági hanyatlás, a második az energiaválság, infláció, munkaerőhiány, viszont az ötödik az nagyon érdekes szerintem, államközi fegyveres konfliktus. Mire gondolhatott a Világgazdasági Fórum, amikor Magyarország tekintetében az államközi fegyveres konfliktust jelölte meg, mint ötödik fenyegetés? Hát, ha jó hiszeműek vagyunk, akkor ez egyszerűen abból adódik, hogy hát határosak vagyunk azzal az Ukrajnával, ami most egy kvázi bármelyik pillanatban világháborús fenyegetést, vagy akár világháborúvá átalakuló konfliktusnak a főszereplő, egyik főszereplője. Tehát ha jó szemek vagyunk, akkor ez egyszerűen csak abból adódik, hogy ha egyszer határosak vagyunk egy olyan országgal, ahol most a legáldázabb és legveszélyesebb, az egész világra nézve legveszélyesebb háború zajlik, akkor ez kétségtelen, ez egy komoly kockázati tényező. Hát nyilván mi magyarok reménykedünk abban, hogy ez már kockázati tényezőként természetesen jelen van, de ez a kockázat nem fogja azt jelenteni, hogy akkor most Magyarország is háborús hadszíntéré válik, de hogy a fenyegetés, tehát hogy ennek a kockázata az automatikusan magas szintű abból adódóan, hogy határosak vagyunk Ukrajnával, ez sajnos nem nagyon vonható kétségbe, és én hát legalábbis erre logikailag erre vezetem vissza, hogy ez ilyen intenzitással jelent meg. Ez a Globus volt, Bogár László, köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.